A Varga Balett Táncműhely nyáron három tábornak ad otthont a Kálvin téri református általános iskolában. A legkisebbek már bizonyítottak a balerina táborban, a nagyobbak pedig még ezután fejlesztik tudásukat. A héten kicsit más vizekre vesztek, és a tült félretéve különböző szerepeket osztottak a gyerekekre. Idén hetedik alkalommal indították el színjátszó kurzusokat, mely hatodik éve viselik Kocsis György színművész nevét. Amikor kitaláltam a tábort, akkor az volt a célja a tánckurzusnak a mintájára, ne csak a mozgással, a testünkkel próbáljuk meg kommunikálni, beszélni és megismerni különböző tánctechnikákat, táncstílusokat, hanem nagyon fontos, hogy a hangunkkal is tudjunk bánni, önbizalmat nyerjünk, megismerjünk színdarabokat, és ennek a népszerűsítése volt a fő cél, és erre hívtuk meg színművészeket, akik fantasztikusan nevelik a mi gyermekeinket. Pap Gabriella színésznő, a Szegedi Pince Színház tagja, a legkisebbeket vezényli, akikkel a Mindenegér szereti a sajtot című mesét dolgozza fel. Komáromi Anett, a Békés Csabai Jókai Színház művésze, mese egyveleget állít össze, melyet a gyerekekkel közösen ír meg. A felső tagozatosokkal és a középiskolásokkal Szilágyi Anna Mária és Tege Antal foglalkozik. Az Ágnes asszony, a Tetemre hívás, Velszibárdok és a Pázmán lovag négy darab balladát fogjuk bemutatni, amiben természetesen van szomorúbb, tragikusabb és ugye vidámabb ballada is. Mindegyiket a megfelelő stílusban próbáljuk eljátszani. Kicsit eltúlozzuk a Pázmánlovagot, és megpróbáljuk nagyon komolyan eljátszani a Tetemre hívást. Én idén a Banyabál című szösszenetet csinálom meg a gyerekekkel, ami nem egy közismert mű, de majd most megismerik az emberek. Próbálom viccessé tenni, humorossá tenni, legyen benne próza, kis mozgás, tánc, és nagyon sok helyzetgyakorlat, nagyon sok szituáció, amivel remélem, hogy mosolyt csalunk a nézők arcára. A tábor igen népszerű, hiszen négy korcsoportban 50 gyermekkel foglalkoznak a színművészek. A makkuiak mellett szegedi, békés csabai és egy budapesti jelentkező is akadt. Borka Zsombor már visszatérő tanonc, ugyanis hatodik alkalommal vesz részt a táborban. A színjátszáson nagyon sokat gondolkozunk. Én jövőre fogok érettségizni, és van egy tanárom, aki ebben nagyon segít, és gondolkoztunk azon, hogy a színművészeti egyetemre megpróbáljak majd felvételizni, de ez még így nem tudom biztosra, hogy mi lesz. A színjátszó kurzus tanulói élesben is bizonyíthatnak, ugyanis a héten tanultakat szombaton 11 órai kezdettel a Hagymaház színpadára viszik. Az előadásokat a nagy közönség ingyen tekintheti meg.